szeretném venni és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Jézusom! Hú, na, srácok, sziasztok, hello mindenkinek, uravatyám! Vittem volna a gyémántjaimat konkrétan a bankba, erre megtámadott engem egy ilyen betörő, vagy nem tudom, mi volt ez. Jézusom, nagyon fáj a fogam. Szerintem ez tuti kitörte a fogamat. Nagyon van, nagyszerű, akkor mehetünk is az orvoshoz, hát ez fenomenális. Na jó van! Sziasztok srácok, én Dana vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, csöveló mindenkinek! Szóval srácok, ebben a videóban nem más lesz, mint elsősorban elmegyünk a orvoshoz, akkor megnézi, hogy a fogammal van-e bármi. A második dolgunk pedig az, hogy elmegyünk a bankba, meg ilyenek, és hát akkor, ja, hogy esetleg tetszik nektek ez a videó, akkor dobjatok egy like, írjatok fel, meg minden, de ez már alapszóval, légy szíves, nyomjátok meg azt a like-ot és a feliratkozást, könyörgöm, nagyon-nagyon fontos. Szóval, menjünk is akkor el gyors az orvoshoz, és akkor nézzük meg, hogy van-e vajon bármi problémája a fogamnak, meg ilyenek, nagyon bízok benne, hogy talán nincsen semmi. Na, jó napot kívánok. Jó napot! Jó napot, uram! Jó napot! Mi a panasza? Hello! Szóval az a problémám, hogy előbb összekeveredtem valami bűnözővel, aztán el akart rabolni a gyémánt blokkjaimat, de szerencsére... Már itt is vannak bűnözők? Igen, nagyon sok bűnöző van, ahogy láttam. Szóval, ja, nagyon jó lenne, hogyha esetleg meg tudnál nézni valami fogorvos a fogamat, vagy valami. Menjünk le a... Okay. Lejjebbi szintekre. Jól van. Remek, királyság, jól van. Remélem, hogy tud nekem segíteni. Várjon, csak kicsikét nehéz ez rajtom bejutni. Jövök is egy pillanat. Nagyon fáj tényleg a fogam, szóval remélem, hogy nincsen tényleg semmi problémája. Remek, köszönöm szépen. Nagyszerű. És itt pedig ide be. Nagyon jó. Hú, jó kicsi ízék vannak itt mondjuk ilyen orvosi cuccok. Az értékét adja ide, elpakolom őket, hogy ne legyen magánál. Ne szipálja fel a sejtelhet. Biztos? Hát eléggé sok gyémántok van nálam. Jól van, oké, parancsoljon. Végülis az orvosokban meg lehet bízni. Kap egy könyvet. Igen? És írja bele, hogy pontosan mi a panasza. Jó, rendben. Szóval, hát fáj a fogam, váljon. Fáj a fogam. Fogam, megtámadtak. És igazából, hát nem tudom. Lehet, kiesett a fogam. Nem tudom. Hát, jaj, körülbelül ennyi, akkor a panaszom, hogy parancsoljon. A fogfájásra így meg ezt a szérumot. Utána várjon itt egy pár percet. Oké, ez eléggé sebződős, nem tudom, hogy ez miben mi van. Ez milyen cucc, amit adott nekem? Hallja? Fogorvos úr? Ez egy szérum, ami a belső érzés megakadályozza. Aha, érzem, nagyon finom tényleg, hú de jó. És... Hol lakik, uram? A közelben? Itt lakuk a város szélén, aztán már 4-es faluban, vagy 4-es házban. Itt lakuk konkrétan itt tök közel. Hát nem tudom. Ja, ennyi. És egyedül él a szüleivel esetleg? Hát a kutyámmal szoktam lakni, de a kutyám most nincs otthon, szóval ja, igazából úgy egyedül. Értékei vannak otthon? Ez miért érdekli magát, doktor úr? Csak beszélgetünk egy kicsit. Igazából ott az ágyam alatt van egy ilyen titkos elrejtett szép, de erről nem nagyon tudnak senki, szóval. Ja, de... Most az orsított tartásköt nem adhatom ki senkinek. Persze, nem adja ki senkinek, gondoltam, nem tudom, hogy ez miért érdekli ön, de okay. Bármi más esetleg? Nincs, a szérum nem sikára kifejti jelentősen hatását. Jól van, oké, hát még mindig nem nagyon érzem. Pedig itt fog meghalni. Mi az, hogy itt fog meghalni? Hé! Haló? Mi van? Mi elment? Miért ment el? Srácok, ez mi volt? Halljátok? Ez most mi? Konkrétan ez... What? De miért? Váljatok már! A bűn... Ne! Leesett! Ne! Ez ugyanaz a bűnöző, csak beöltözött orvosnak! No! Nem hiszem, és odaadtam neki a gyémánt blokkjaimat! Ne! Ne! Jó, valahogy ki kell jutni. Valahogy muszáj lesz kijutni. Ott itt van egy crafting table, itt van fa. Jó, a fát szedjük ki. A fával biztos tudunk valamit kezdeni, mert nem tudom, új itt föld van.
Jó, ott a földnél lehet, hogy kibírunk ásni, váltok. Csinálunk gyors egy ásót. Jó, gyorsanunk egy ásót. Ezzel talán kibírunk jutni? Aha. Ezzel kibírom magamat ásni. Jó, oké. Gyorsan menekünk. Én nem hiszem el. Ó, beástam magamat valami másik izébe. Ó, itt van kiút, jó, itt nem ütöttek ki. Ha, oké, kibírunk szökni. Srácok, most ez komoly, így átvertek minket. Nem hiszem el, nem tudom mióta nem vertek engem szerintem át így, ilyen szinten. Hogy konkrétan beögzött a bűnöző orvosnak, és kiadta magát fogorvosnak, és konkrétan ellopta az összes pénzemet. Haj, na jó van. Muszáj ezt valami cuccot találni, vagy valami megoldást találni, hogy hogyan tudunk innen megszökni, vagy nem tudom. Nem tudom, valami cuccot kéne szereznünk. Valami cuccot mindenféleképpen kéne szereznünk, megpróbálunk kijutni. Jó, van, gyerünk gyorsan, menjünk, nem akarom, hogy kiraboljanak engem, vagy nem tudom. Itt kell, ó, itt van ilyen tűzoltóban, vagy nem tudom, ezt hogy szokták hívni. Feljebb kell menni vajon, vagy itt kell kimenni? Ó, ez nem lehet, jó van, nem baj, itt is jó nekem. Ó, itt van torta, de kellemes ez az orvos tudsz kórházza, jó van, gyorsan menjünk, keressük meg. Nem hiszem el, komolyan mondom, hogy így kiraboltak minket, így rávettek erre az egészre. Én kiégek mindjárt, hol lehet ez az izé, hol lehet? Én meg fogom keresni, és nagyon durván szét fogom csapni. Tehát olyan színen szét fogjuk pépézni, srácok, ahogy van. Mi az, hogy így konkrétan ráveszek minket, hogy kiraboljanak? Hello, kedves bűnöző! Na mi a helyzet? Mi az? Nem fogsz tudni kijutni. Hát szerinted, hogy jutottam ki? Talán mert nem tudsz engem bezárni rendesen? És kiástam a izéből, abban a cellából, amiben bezártam? Több száz embert loptam már így meg. Hogy cselezted ki? Hát kiástam magamat. Az egy vas volt, amit találtam a kórházba. Na mi az? A kórházba vas volt? Ez nem lehet. Hát mit tudom, ilyen tűzoltóbalt a vágod, amiket fel szoktak tenni a falra, vagy nem tudom. Na! Ezt nem tudjuk elintézni harcmentesen? Szerinted azok után, hogy elloptad az... Először is add vissza a gyémántjaimat szépen. Gyerünk! Tessék! Na, azért. Többi... Na, 13-at. 64 plusz nem tudom mennyi volt. Na gyerünk! Dobjad kifele! Ennyi van nálam. Akkor hol van a többi? Na? Eladtam. Mi az, hogy eladtad? Nincs... Jó, oké, akkor meghalsz. 3... Kettő... Na, mi az? Na, nem menekülsz el. Na, add ide a többi gyémánt blokkomat! Hova raktad el? Na, az ott végre. Van, tényleg ennyi van nálam. Nem ennyi van nálad! Hallod, de ne próbálj meg átverni, tudom, hogy nem ennyi van nálad. Most ennek is hazudtál, szerintem még egyszer hazudsz, biztos vagyok benne. Na, add ide! Gyerünk! Ez az ásra fogsz. Miért legyen meg ezt a krumplit? Edd meg te ezt a krumplit! Én biztos nem fogom megenni. Na gyerünk, edd meg, finom! Gratulálok! Jól van, na! Inkább add ide az izémet végre! Ne bánt! Add ide a többi gyémán blokkomat, most azonnal! Itt az utolsó esélyed! Na! Hol van? Ott van. Ennyi. Ah, Istenem, na jó srácok, nekem ebben elegem van. Nézzek meg, hogy végig, és nézzétek meg. Ő volt beöltözve komolyan orvosnak. Ő volt az, aki komolyan mondom, végbe volt öltözve orvosnak. Esküszöm, hogy nem esett le. De komolyan mondom, hogy nem esett le. És itt van az ágylatti cucca, amit majdnem el tudott ezt is még ráadásul lopni. Ah, de nagyon jó. Na jó van, ezt szépen visszarakjuk, ezt szépen kiütjük, és szépen megy tovább minden a régi kerék vágásában, annyit kivéve, hogy egy bűnözővel kevesebb végre a faluban. Na hát srácok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára meg minden, és akkor találkozunk a következő videóban, a következő videó kezdődik a Dani Minecrafton, szóval gyertek át ez a videó után egyből oda, nagyon szépen köszi, és akkor adios, ciao, hello!